pecsét viaszgomba, süngomba, sitake vagy éppen lepke tapló gomba. Némelyik ezek közül komoly gasztronómiai értékkel is bír, bár általában gyógygombaként ismerjük. Válkösség külterületén vagyunk, Mária Anna pusztán, az egykori vári uradalomban, és itt a gombatermesztés bonyolult, kényes és nagyon nagy szakértelmet igénylő folyamatába fogunk betekintést nyerni. Kisebb az öregebb, a gombócő pedig a döme. Ő a fiatalabb, ő másfél éves a. Hát szépen megy. Ők a tanyának az őrzői, azért van tekintélyük, tehát bárki nem jön be a tanyára. Látva az apró komondorokat, ezt meg is értem. Amint egy 7,5 hektáron elterülő majorságban a gombatermesztést még Dávid édesapja kezdte el 1990-ben. Akkor még csak néhány épületet béreltek itt. Azóta a területet megvették, sőt a közelben lévő termőföldeken szántóföldi növénytermesztéssel is foglalkoznak. Búzával, árpával, zabosbükkönnyel. Ezeket általában vagy felhasználjuk saját magunk, gomba alapanyaggyártáshoz, az állatok takarmányozására, de az ezen felüli mennyiséget azt értékesítjük. Itt tehát tökéletesen leképeződik az önellátás és a körforgásos gazdálkodás, ami évtizedek óta jellemzi a vállalkozást. Ezekben a napokban éppen az előbb említett alapanyaggyártás zajlik. El is indulunk a helyszínre, addig pedig Dávidtól megtudom, hogy itt korábban az élelmiszeripar számára termeltek gombát, ez azonban a piaci körülmények miatt mára megváltozott. Elkezdtünk egzotikus gombákat, gyógygombákat, orvosbiológiai gombákat termeszteni, ezeket szárítani, feldolgozni, tehát megpróbáltuk a gombaiparomból egy más szegmenst, egy más fogyasztói réteget elérni. Ezeknek a speciális gombáknak az úgynevezett termőblokkjait nem lehet csak úgy megvásárolni, ezért ennek gyártására is itt a majorságban rendezkedtek be. Közben megérkeztünk az alapanyaggyártáshoz, ahol egy speciális gép állítja elő a laska gomba termőzsákokat. Itt komposztáljuk az alapanyagot, tehát előkészítjük, majd becsírázzuk. Így tud a termőzsák átszövődni, és ha az átszövetés maradéktalanul megtörténik, akkor biztos, hogy teremni fog, akkor adjuk át a vásárlóknak, akik vagy otthon, vagy pedig üzemi körülmények között le tudják termeszteni ezt. Dávid, akkor ez maga, ami most így, ebbe akkor mi van most pontosan? Komposztált anyag, látszik a kis szálas anyag, az a szalma, buzaszalma, és a kis pici granulátumnak tűnő kis ezek darabok, azok a kukoricacsutka darabok. Ha megnézed, vannak kis köles darabok is benne, itt vannak ezek a kis köles darabok, ebbe van már beleontva a gomba csíra, amely a megfelelő körülmények között elkezdi az átszövődést és a gombatermelést. Ez a laska gomba esetében 14-19 fokos hőmérsékletet, 80%-os páratartalmat és egy kis fényt jelent. Ha pedig minden adott, akkor egy ilyen 20 kilós zsák 3-6 kiló gombát is teremhet. Vannak azonban kényesebb gombafajták, amelyek úgynevezett steril alapanyagot igényelnek. Gombafajtánként egy kicsit eltérő a receptúra, ami alapján az alapanyagot összeállítjuk, előállítjuk. Ez alapvetően faforgás alapú alapanyag. Általában tölgy és bükkfaforgácsát használják, amelyekbe belekeverik az itt megtermelt gabonákat. Ezután veszi kezdetét a mintegy 18 órás, 100 fokon történő hőkezelés, sterilizációs folyamat, ami következtében a konkurens penészek eltűnnek. Utána jöhet az alapanyag beoltása, jelen esetben majd sűn gombával, természetesen steril körülmények között. Ez a gép filterek segítségével szűri meg a levegőt. Ide tesszük be a hőkezelt és sterilizált termőblokkokat és a gombacsírát, és a kis csövön, amit kint mutattam, itt tudjuk beletenni a kultúrgombát. Majd összerázzák a zsák tartalmát, és megy is pihenni az átszövető helyiségbe. Itt persze pihenésről szó sincs, hiszen csendben a zsákon belül komoly munka zajlik. Látszik a gombafonál, talán még ilyen kicsi micélium kötegek is látszanak már, hogy szépen kezdi birtokba venni a számára felkínált alapanyagot. Körülbelül 2 hét kell ahhoz, hogy teljesen átszövődjön az alapanyag. Ha ez megtörtént, akkor mehetnek a zsákok a termesztőhelyiségbe. Itt például a pecsét viaszgombát már szüretelni is tudták. De van itt olyan fajta, amivel jelenleg még kísérleteznek. Itt azt vizsgáljuk, hogy lepketaplót milyen hatékonysággal tudunk termeszteni. Igen. Itt most azt nézzük meg, hogy
hogy érdemes ezzel a gombával a jövőbe foglalkozni. Hiszen fontos, hogy folyamatosan megújuljanak és alkalmazkodjanak a piaci igényekhez. Ez a fejlődés és fenntarthatóságra való törekvés persze mit sem változott az elmúlt több mint 40 év alatt. És látva Dávid elhivatottságát, azt hiszem, ez fogja jellemezni őket az elkövetkező évtizedekben is. Kövesd és olvasd a grindex.hu-t még több érdekes információért!